Hogy akkor ez a cél, hogy az embereket olyanokhoz is eljussanak, akik ez egyébként nem jut el, mert nincs internetje, egyáltalán homokba dugták a fejét, de ugye a sorozatokat, a híradót, ezeket nézik, tehát valahol abban az időben kellene egy állandó műsor ennek. Tehát ennek a demonstrációnak ez a célja, hogy állandó műsort érjünk el. Az én jogosítványom arra szól, hogy eltegyem a petíciót, ezt el fogom adni majd a TV2 vezetőségének. 10 percet nem tudom biztosítani, azt mondom, ígérhetem, hogy ugyanúgy, ahogy eddig, be tudom számolni az őket érintő problémákról. 2010 március óta egyébként több mint 100 alkalommal csak a tényekben foglalkoztunk ebben a témával, amit előszorulában is így van, és akkor a többi műsorról még nem is beszéltünk, hogy elcsinálném akkor ezt a petíciót, jó? Jó, ezt nem akarták felvenni valaki közelről, amit mondunk, nem? Jó, akkor ezt átadjuk, köszönöm szépen, és akkor továbbítom a... Egy olyan kérdésünk lenne, hogy közülünk valamelyik, mi megbízottunk egy alkalommal bejön a TV-székházba, és ott face-to-face beszélhessen, mert azt, amit a TV2 kitalál és elmond erről, bocsánatot kérek, hadd mondjam, az nem biztos, hogy pont az, amit mi akarunk mondani. Tehát egy ember kell, aki azt mondja, hogy van nekem 5 percem erre, és elmondom, hogy mit szeretne a magyar nép. Azt tudom még kérni, hogy mi ezt a témát napirenden tartjuk. Ő vele. Szépen. Nekem eddig szólt a jogosítványom. Rendben. És be is megyünk. Köszönjük. Nem baj, ezt mindjárt elmondjuk, hogy miről szól a történet. Gyerekek, beszélni kell egy első problémáról is. Azt majd máskor, ez most ez a demonstráció, üljünk le és beszéljünk. Mindjárt, hát üljünk, vagy valami mikrofon előtt mindenki hallja. És azt tudjuk állj, de föl szerintem, hogy látjuk. De nincs itt mik... Van itt mindent, hallgatni akarunk én. No, hát ez a tipikus, jöttünk is, meg nem is, át is adtak, meg nem is, meg lesz is, meg nem is az, amiről beszéltünk. Gyakorlatilag amit eddig láttunk, amit a TV2 jónak lát, azt ezután is le fogja adni, ezt eddig is látta. Nyilván amit nem járt jónak, azt meg nem adja le. Mondhatnánk úgy is, hogy amit szabad nekik. Lehet, hogy ezek az emberek, akik kijöttek átvenni a petíciót, ők máshol is szívesen beszélnének. Lehet, hogy szívesen hallgatnák meg a Bélát is, vagy adnának neki műsoridőt, vagy bárkit közülünk, de valószínűleg nem tehetik meg. Eddig szólt a jogosítványa az úrnak, aki itt átvette, azt mondta, hogy ő csak azt teheti, hogy továbbítja, és megígéri, hogy ezután is ugyanúgy lesz, ahogy eddig volt, mert arra büszkék, hogy 100 alkalommal foglalkoztak a devizahitelesek problémájával. De nem mindegy, mint ahogy emlékszünk a márciusi havazásra, hogy mondjuk a kampánycsoport oda ment, szétcsavarozta és kiengedte az embereket a hóból, vagy mások azt mondták, hogy üljön át egy másik autóba, és tovább fagyoskodjanak, most már négyen egy autóba, most már neki csak ketten. Tehát nem mindegy az, hogy hogy állunk ehhez a dologhoz, én azt gondolom, hogy maga az, hogy itt voltunk, hogy demonstrálunk, hogy követeljük, ez egy nagyon jó dolog, minden lépéssel előrébb jutunk, rengeteg embert szólítottunk meg az úton és útközben, ennek a mai napnak az is egy nagyon nagy eredménye volt. Nyilván Béla elmondta az elején, hogy illúzióink nincsenek. Mindaddig, amíg a pénzhatalom irányítja a médiát, és a pénzhatalom azt gondolja, hogy vagy a pénzhatalom megmondja, hogy mit gondolhatnak az emberek, addig a médiában azt fogják leadni. Nyilván a TV2 ugyanarra a sorsra jut, mint az RTL, bár itt azért legalább valaki átvette a papírunkat, hogy nálunk le lesz kapcsolva. Ugyanúgy, mint a másik, és az, aki foglalkozik a társadalmi problémákkal, aki foglalkozik azzal, hogy értelmes dolgok jöjjenek ki a képernyőből, az a képernyő fennmaradhat. Tehát nyilván ezt értik már a gyerekeim is, érti a család, és az a feladatunk mindannyiunknak, hogy értse ezt egyre több ember, egyre több emberhez jusson el az, hogy mi az, amit érdemes hallgatnia, mi az, ahol valós információk vannak, mi az, ami által előre jut az ő élete. Béla. Tamás majd az Echo előtt szeretne beszélni. Ugye az Echo TV a következő, nagyon rövid úton fogunk oda menni, aki talán a legtöbbet foglalkozik a devizahitelesekkel, talán a leginkább hagyja, hogy azok mondják el, akik valóban értenek hozzá, akik valóban tudják, hogy miről van szó. A többi az gyakorlatilag egy cenzúrázott adást ad le, amit elmondhatnak, azt mondják el. Szerintem ne is húzzuk itt az időt, valószínűleg ez a hely nem ér ennél többet. Menjünk át az Echo TV-hez, ahol valós információkra juthatnak az emberek.
nem, mert ugye sem.